Ismét megjelent a Júliai folyamatnak egy tematikus száma, még pedig a idegenségnek egy szám. Talán messziről is látszik, hogy nagyon vastag, ami azt is jelenti, hogy, hogy szellemileg nagyon gazdag. És ebből most nyilvánvalóan csak töredékesen tudunk bemutatni, talán is hallani. Töredékesen tudunk bemutatni ízelítőt, hogy mi is van ebben a tematikus számban, de azért egy-két nevet vagy témát jelzek, amiről most nem eshet szó. Mindenek előtt, aki kézművészetben járt, akkor kortárs kézművészetben láthatja, hogy Bojnics Erzsébet képe van a borítón, és az egész számban Bojnics Erzsébet művei találhatók, tehát az ő festészetéről gondoltuk úgy, hogy illik ehhez a tematikához, és ő boldogan adta a munkáit, meg is érkezett. Köszönöm, szeretném. Természetesen van filozófiai megközelítés, lélektani megközelítés, bibliai megközelítés, hogy néhány nevet mondják, Máté Andrea, Komárovi Zoltán, Marnó János, Súlyok Nedemér, Marsó Paula, ő persze Russzó kapcsán. Lávas Endre a maga rendhagyó módján adott szöveget. Van történelmi megközelítés, két történész, Petár Széva és Rigó Máté. Van két filmes tanulmány, Varga Valád és Világi Dániel. A mese a népességgel az idegenség Bálint Pétertől egy hatalmas tanulmány. És hát persze vannak prózák is, szép prózák, csak néhány nevet említek. Galvasi László, Karner András, aki kutatóban a Műhely folyóiratban először publikál, Méhes Károly, Danyi Zoltán a Vajdaságból, és a fordításokból kettőt emeltem ott, itt ki most hirtelen, Akutagavát, akit Vihar Judit fordított, és Blanchot, akit Benda József. Aztán még nagyon sok minden található ezen túl is, de most egy kis beszélgetés lesz, amit Mártonki Marcell barátom, szerkesztőtársam vezet, aki ugyancsak írt egy szép tanulmányt ebben a számban, és erősen közreműködött a szerkesztésben. És akkor sorban bemutatom a résztvevőket, Vajda Károly, Karján Tamás, akkor Anyósi Gergely, Ezeman Györgye, Teke Ákos, Ferdota György, Vejsz János és Tóta Péter Benedek, így ahogy ülnek körben. És akkor Marcell elindítja a beszélgetést, és aztán ha valakinek valami kérdése van, akkor természetesen a végén eltelt, illetve lent kapható a műhely. Tisztelettel köszöntök én is minden kedves érdeklődőt, és természetesen kiváló szerzőket, akik megtisztelnek bennünket a jelenlétükkel. Személyes megjegyzéssel kezdeném. Balassa Péter, akinek a hiánya sokan számára, azt hiszem egészen máig fájó hiány. Mondta egyszer, amikor abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy egy darabig egy folyóratot együtt szerkesztettünk, hogy egy úgynevezett erős szám az egy a 70%-os szám. Nem tudom, mennyire stimmel ez, de nem számoltam utána, hogy van-e 70%-nyi lebilincselő szöveg. Én azt hiszem, hogy több van ebben a dupla milyen számban, amely most itt szól ez, de azért az ember megjegyzi ezt a titkos kalkulust. Azért is gondolom, hogy itt egy meglehetősen
különleges számmal van dolgunk, mert hát nagyon sok pozitív választ kaptunk a szerzőktől, amikor felkértük őket, és úgy tűnt, hogy ez a kultúratudományban és egyáltalán a kulturális összefüggéseinknek a szempontjából alapvetőnek tűnhetően a kultúra egzisztenciália vagy univerzália, ez sokakban hív elő egyszerre valamiféle, hát nem tudom, egy személyes választ, és ugyanakkor, ami aztán erre ráépült, az tulajdonképpen a kiváló tanulmányoknak és írásoknak a sorra mondhatni, ezekben objektiválódott, azért említem csak ezt a személyes dimenzióját, mert a legtöbb szövegben érzékelhető az, hogy itt nem pusztán egy szakmai feladatról volt szó. Úgyhogy nem valamiféle szerkesztői mondhatja velem azt, hogy talán az utóbbi évek egyik legizgalmasabb műhely számával van dolgunk, inkább talán az olvasói öröm vagy hála a szövegek olvastán és láttán. Ma délelőtt engedjek meg még egy rövid megjegyzést, egy Babits konferencia volt Baján, és kicsit hamarabb kellett onnan érkeznem, és különös módon ott is, tehát úgy szólván akárhol felbukkan, de ott is nagyon erőteljes hangsúlyt kapott az idegenség témája, ott talán most abban az értelemben, hogy talán a Babits olvasás érkezett egy ilyen idegenebb stádiumban, újra le kell küzdeni távolságokat, és erre tett egy kísérletet az előadók, de talán most már visszatérve a számunkhoz, azt lehetne mondani, hogy itt tulajdonképpen egy archaikus vagy archaikus gyökerű tapasztalatnak a történelmi útjáról is szóban, amikor a műhely idegenség számát lapozgatjuk. Talán azt lehetne mondani, hogy mint egy a paradigmatikus esete az idegenségnek, az ős mintája az a transzcendencia tapasztalat maga, amikor az ismeretlennel való szembenézés egyúttal ígérettel van tele, és mintegy az idegenségnek a teljes dialektikája megnyilvánul benne. Ezért is mernék utalni egy-két olyan szövegre a műhely számban, amelyet itt nem jelenlévő és elsősorban idegen, tehát külföldi szerzők írtak, és nekik köszönhetően egy ilyen, mondhatni, globálisabb hát bölcseleti távlatot is kapott a kérdésnek a kifejtése, amennyiben olyan hát tudósok, mint mondjuk Rikörnek az egyik legjelentősebb tanítványa, Richard Körny, vagy Kelvin Oshag, amerikai fenomenológus, vagy Bernhard Baden-Fels, talán szerintem Tengely Lászlónak az elődje volt a Wuppertali Egyetemen, is szerepel egy-egy írással a kötetben. Ennyit általában az idegenség számról, és hát azt hiszem, hogy csak a moderátori alkalmasság hézagait próbálnám rejtegetni, hogyha azt mímelném, hogy birtokában vagyok ennek az anyagnak, ami felhalmozódott ebben a számban. De hát szerencsére nem recenziót kell róla például
írni, mert az személy igen nehéz munka volna, hanem szóra bírhatók, vagy megkérdezhetők a szerzők. A szerzők közül többen itt most közöttünk. Elsősorban azokat a szerzőinket kértük most fel erre a mai alkalomra, akik irodalom, illetve kultúratudományi vonatkozású szövegeket adtak a műhelynek. Nem tudom, hogy követhetjük-e esetleg azt a kicsit leegyszerűsítős sematikát, egy beszélgetés elindítása képpen, hogy megkérdezném a jelenlévőket, hogy úgy egy-két szóban mondják el a viszonyukat ez az anyaghoz, amit küldtek. Azért merem ezt így felvetni, tehát hogy például miért éppen ez foglalkoztatta őket akkor, vagy miért erre a témára találtak rá, mert hogyha kezdhetem Perdőt tanár úrra, akkor nála például kifejezetten érzékeltem egyfajta szenvedélyes viszont ehhez a kérdéshez, mint egy annak a korszaknak a bélyegeként, ahol az idegenség már messze menően kilépett akár a személyes tapasztalat, akár a kisebb közösségi intimitásnak a világából, és nem úgy vetődik fel, mint valamivel orvosolható vagy átidaldó dolog, hanem társadalmak alapvető és adott esetben destruktív szervező elve. Hogyha volna nagyon kedves beszélni. Köszönöm szépen. Hát engem elég régóta, József Attila mellett, vagy József Attila után, elég régóta foglalkoztat Móricz életművel, és a Móricz életművet gondoltam végig ebben a szempontból. Az egyik megközelítési mód, amit szeretek alkalmazni, Móricz gyengéinek a kitapogatása, tehát azoknak a pontoknak a megkeresése, amelyek Móriczot olyan intenzíven érdekelték, hogy egyszerűen nem tudott nem foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Az egyike ezeknek a gyengéknek, ezeknek a rögeszmés témáknak, amelyek Móriczot fogva tartották, az idegenségnek a problémája. Amikor ennek megpróbáltam a hátterét kideríteni, hát nagyjából egy társadalomtörténeti jelenségre bukkantam rá, 20. század elejének a hallatlanul mozgalmas történetére. A magyarokat a 20. század első felében az első világháború, a forradalmak, a Trianon, ilyen dolgok érdeklik, és közben pedig valahol egy kicsit szem előtt éveztük azt, hogy egy irdatlan nagy társadalmi átalakulásnak a tanúi a kortársak. Ezt Móricz ezt a nagy társadalmi átalakulást érzékelte, észlelte, elfogta és feldolgozta a művében, és ez a társadalmi átalakulás bizonyos társadalmi rétegek lehanyatlása, más társadalmi rétegeknek pedig a feltörése, felemelkedése, a politika, a társadalmi élet középpontjában való törekvése. Ugye a zsidó emancipáció, általában az idegeneknek, a németeknek a jelenléte, a német ajtóaknak a jelenléte, fokozott jelenléte a kulturális életben, az alsó rétegeknek, tehát mondjuk a parasztságnak, a szegény parasztságnak a betörése a társadalom életében, miközben a történelmi osztályok folyamatos hagyatlásban vannak, tehát egy polgári emancipáció, a nők emancipáció, egy emancipációs folyamatok. Most ezek a folyamatok olyan társadalmi rétegeket, amelyek egymástól korábban elszigetelve éltek, élték a maguk életét, meg voltak elégedve magukkal, a paraszt a falu határán túl nem nagyon merészkedett, és így tovább. Ezt dinamikussá tette, és ez a dinamizmus, ezeknek a rétegeknek az egymással való találkozása, természetesen a nemzeti kisebbségek, tehát a kisebbségekkel való együttélés is ide tartozik, a monarchia sok nemzetiségre állomán belül. Tehát egy olyan tapasztalat uralkodott el a 20. század első felének a gondolkodói körében, hogy találkozás az idegennel, találkozás azzal, ami nekem nem familiáris, találkozás a világnak egy olyan arculatával, amit nem birtokolok, ahol nem érzem magam biztonságban, ahol nem tudok eligazodni. Ez a tapasztalat, az egyik ilyen tapasztalat, amit Móricz feldolgozott, a Kivilágos kiviratik című regény az egyik ilyen regény, de Móricznál ez az outsider figura, tehát ez az idegen figura,
egy adott közösségbe belépő és ott a helyét nem találó figura, ez végigvonul az egész életművön. Ilyen Nyilas Misi, ilyen a Fáklyának a főszereplője Matolcsi, ilyen a Rokonoknak a főhőse. Tehát itt egy egész hősöknek egy egész sora van, ami azt mutatja, hogy Móriczot ez a kérdés egész pályásra intenzíven foglalkoztatta. És azt gondolom, hogy az egyik legjobb regénye Móricznak, az egész életmű egyik csúcs teljesítménye, a Kivilágos Kivilattik című regény. Ebben két ilyen nagyon izgalmas outsider figura van. Az egyik az eleve outsider, mert zsidó származása és be akar kerülni a gentry közegébe, egy olyan családba, amelyik végül is nem fogadja be őt. A másik pedig egy faj magyar, ha úgy tetszik, idézőjelvel téve persze a fajszót, egy legátus, aki egy ilyen protestáns családból származik, de amelyik éppen a társadalmi állásánál fogva nem illik bele ebbe az urakból álló közegbe. Ez a legátus, aki egy ilyen második narrátora a fő narrátor mellett a történetnek. Ez a két outsider figura az, amelyik engem leginkább érdekelt, és ez idézte elő azt, hogy én elkezdtem ezzel a kérdéssel foglalkozni. Majd még esetleg, ha lesz rám módom, akkor elmondanám, hogy ez csak a kezdet, mert még szeretném folytatni egészen más témákkal, amelyek szintén az idegenség körébe tartoznak. Nagyon szépen köszönöm, és önként adódik, hogy ezután Tarján Tamást kérdezzem, hiszen olyan értelemben rímelnek egymásra különböző szövegek itt, és különösen az ő írását vett a írására, hogy olyan szerzőknek az olvasásáról van szó, mondjuk hogy magyar 20. századi első felében alkotott magyar klasszikusokról, akik esetében azért korán sem evidens, hogy olvassuk őket, vagy hogy nagyon erő teljes hullámában volnánk a befogadásuknak. Nekem például a Móriczhoz szóló tanulmány is ezért volt kimondottan ösztönző, és ezért volt számomra a Gárdonyról szóló értekezés is, és tisztelt emlékek, én nekem az volt a feladatom, mert az az elképzelésem, hogyha az idegenség a téma, akkor egy olyan íróról írok, aki egész életemben idegen volt a számomra. Akit nem tudtam megközelíteni, holott nagyon sok impulzus ért kezdettől, olvasói kezdeteinktől fogva, és még arra is visszaemlékeztem, hogy az első egyetemi hallgatóim között 4 évtizeddel ezelőtt milyen kiváló emberek, Milosevics Péter és mások voltak, és köztük az egyik, az a Bilice Gábor, aki megfejtette, nem egyedül, nem egymagában, hanem éppen szinkronban egy másik kutatóval a Gárdonyi titkosírás. Amikor tavaly a kerek évforduló volt, akkor néhány vidéki középiskolába kaptam Gárdonyiról előadást tartani meghívást. Tudják, hogy ez hogy van, az ember utazik 3 órát, megismerkedik egy papinás tanintézménnyel, a díszteremben megtartja az előadást, együtt ebédel a diákokkal a menzán, e-mail címet cserél a tanár kollégákkal, fogadkozik, hogy mostantól kezdve együttműködünk és együtt gondolkodunk, majd reggelre mindenki elfelejti őt is, meg azt is, amit ott mondott. Tehát a dolognak semmiféle hozadéka nincsen. És ezt többé-kevésbé fel akartam számolni, tehát hogy úgy mondjam, egy régi adósságot, idegenség élményt próbáltam magamban Titok idegenség című Gárdonyi dolgozatommal felszámolni, és ugyanakkor hasznosítani azt az anyagot, amit tavaly mintegy 3-4 hónap alatt fölhalmoztam. És ennek a beleje az, hogy úgy gondolom az idegenségnek az egyik megképzője, sőt szinte föltétele a titoknak a birtokában lenni, vagy titkot létrehozni, titkot tárolni, titkot sejtetni másokkal, engedni a titok megfejtését, illetve éppenséggel gátolni a külvilág számára a titok megfejtését, illetve fordítva, magyarán úgy láttam, hogy Gárdonyinak a pszichikai alkatában, de az életművében is van egy olyan jelenség, aminek a lényege az, hogy a titokképzés által teszi megközelíthetetlenni, és egyben megközelíthetővé saját magát. Ezt igyekeztem elmondani, ehhez segédfogalom volt ugye a remete, az egri remete fogalom, ami a magányosságnak egy olyan változata az ő egri remetessége, ami egyben az idegenség és a nagyon erős otthonosság szituációját is megjelenített. Köszönöm szépen! Ha szabad, most
ez önmagában ilyen hibrisz, hogy itt adogattam a szót, de nekem most itt logikailag ebben a szövegeknek a sorában egy szintén részben elfelejtett, bár például az én középiskás koromban is kötelező olvasmányként szereplő mű következnék. Angyalosi Gergelyt érti meg újra tanulmányában, és itt is roppant érdekesnek, sőt bizonyos értelemben kortörténeti, vagy eszmetörténeti, vagy akár politika történeti jelentőségűnek is tartom a kiinduló ponttól, tudni a visszaemlékezés Fehér Ferenc hát könyvprezentációjára, ahogyan bevezette annak idején a nagy utazás, és a rétenzés itt úgy születik meg, hogy vitát folytat az akkori tapasztalattal, pontosabban ezzel az útnak indító interpretációval, mint pedig a szabadság fogalmáról tulajdonképpen. És ennek kapcsán a regényből. Igen, hát rám teljesen érvényes az, amit az elején mondtál, hogy egy nagy adag személyes indulat is kapcsolódott ahhoz, hogy ezt a témát választottam. Tehát egy kicsit olyan Találkozás a fiatalemberrel című élmény voltam, tehát saját magammal. Ugye majdnem 40 évvel ezelőtt is saját magammal. Egyébként én nem is tudtam, hogy valaha ez kötelező olvasmány volt, tehát ez meglepő. De minden, mert hát politikailag ugye szemben az még valami kényes zónában volt tulajdonképpen a létező szocializmusban, tehát a kellemetlen alaknak számított hivatalosan, noha hát jó néhány könyvét kiadták. Most ez a személyes szám annyit jelent, hogy egyrészt rájöttem arra, és látom ebből a számból, hogy hányféleképpen lehet megközelíteni az idegenségnek a problémáját. És amit én választottam, aztán abban a szempontból szokatlan, hogy a Gérard nevű főhőse ennek a regénynek úgy dönt, hogy ő megőrzi az idegenségét fenntartva. Tehát vannak helyzetek, amikor meg kell őrizni az idegenséget, az idegenség az nem negatív, hanem pozitív dolog. Mint hogy a személyiségnek, vagy az egyéniségnek a megtartásához szükséges pillére ennek a dolognak. Ez az egyik, ami engem roppantul érdekelt, és amit hát szegény Fehér Ferencen ennyi idő után talán túlságosan is elvettem a port, ha az ember figyelembe veszi az akkori körülményeket, a politikai és egyéb szituációt, akkor talán nem érdemelt volna ekkora gyomrosokat részemről, de hát az, hogy mégis miért volt bennem ilyen indulat, az éppen azt magyarázza, hogy én úgy éreztem utólag, amikor újra olvastam ezt a Fehér tanulmányt, hogy lépre mentem akkor teljesen. Besétáltam valamibe, amit utólag már nem értek, hogy akkor hogy lehetett belesétálni ebbe a csapdába. De hát tulajdonképpen saját magammal szemben idegenség. Tehát ez egy idegen figura számomra, aki ilyen problémátlanul belesételt ebbe a csapdába. És azt gondolom, hogy ez a kettős idegenség élmény az, ami engem foglalkoztatott ennek a regénynek a kapcsán, illetőleg az, hogy lehet-e találni olyan interpretációt, ami megmenti ezt a szöveget. Tehát ami mint egy a jövőbeli olvasók felé kinyitja egy kicsit egy olyan szempontból, ami eddig nem vetődött fel a recepcióban. Tehát ezek a bonyolult motivációk mondjuk együtt vettek részt abban, hogy én ezt írtam. Köszönöm szépen! A
közben eszembe jutott, hogy korrigálnom kéne az emlékezet megbicsaklását, mert én egy tagozatos osztályba jártam, és ott érettségi tétel volt. A József Attila gimnáziumban a 70-es években. És azt hiszem, hogy talán tehát el kellett volna olvasni rá akkor, de megkönnyítették az érettségét, hogy mivel ezt idegen nyelven kellett tenni, és hát nehéz lett volna önálló viszonyt kialakítani azért a regényhez, hogy különböző kis összegzések. Ebből is lehetett készülni az érettségére. Úgyhogy van egy gyanúm, hogy talán nem akkor olvastam el ezt a művet. Nem olyan nagyon most nem tudom, hogy lehetségesen még ilyen történeti, szisztematikus rendet tartani a megszólalásokban, nem feltétlenül erőltetném. Inkább megint két olyan tanulmányra hívnám fel a figyelmet, és kérném a szerzőjüket egy párszavas ajánlásra talán, vagy beszámolóra ezekről, amelyek egyaránt a 19. század és hát nagy mértékben a romantika idegenség tapasztalatával foglalkoznak, és ez azért is nagyon fontos, mert talán, hogy mondjam, az idegenség élmény első, mondjuk elméletileg is megalapozott, ugyanakkor a irodalomban is nagyon termékeny megfogalmazódása vagy tematizálása is lezajlik ebben a korszakban. Heizemann György tanárat, hogyha kérhetném, az idegenség elsajátítása, a saját idegensége, identitás és individualitás feszültsége a modern lírában, és engem azért is érintett meg ez a cím, vagy tett, vagy indukált kérdést, mert nem feltétlenül, hogy ösztönösen, vagy első megközelítésben nem biztos, hogy az identitást és az individualitást érzékelnénk olyan feszült entitásoknak, mert például utána sokkal több szó esik az individualitás és a kollektivitás viszonyáról, és ennek a tanulmánynak a logikai alapzatát, az ismereti centrumát mégiscsak ez a viszony alkotja. Igen, köszönöm szépen. Hát akkor ez érdemes hiányzót mondani arról, hogy az én és a másik saját és az idegen viszonyát miért kezdi ez a tanulmány, a tanulmányom annak a kifejtésével, hogy hogyan is különböztethető meg egymásból az a két jelenség, amit egyrészt identitásnak nevezünk, másrészt individualitásnak nevezünk. Ja, nem szükséges különösebb elmélyült ismeretekkel rendelkezni a 19. vagy 20. századi eszmetörténet tekintetében, hogy megalapítsuk azt, hogy ami alapvető és radikális kritika alá esik, de az éppen az individualitás kartéziánus magszerű egyéniségnek a felfogása. Ebben az esetben viszont akkor ugye hogyan artikuláljuk, hogyha ez eleve egy kritika alá esik, akkor hogyan artikuláljuk ehhez képest a másságot, vagy az idegenséget, és egyáltalán az identitást. Tehát az identitásnak egy ettől elkülönböző magyarázatát, vagy lehetséges felfogását, hogy azért jöttem be, hogy azért javasoltam, mert úgy gondolom, hogy miközben az individuum kritika tendenciája mindenképpen lényeges és jogos és elfogadható, eközben ez a kritika úgy gondolom, hogy nem vezethet el magának az identitásnak az elvetéséig, vagyis addig a látszólag elegáns gesztusig, ahogy egyes ideológusok, kritikusok fogalmaznak, hogy mi az, hogy identitás, ugye köszönöm, nem kérem. Tehát ez egy gyerekes hozzáállás, ugye ez a kérdés például. Tehát úgy gondolom, hogy maga végleges, magszerű, önmagába záruló individualitás
nem létezik, illetve ez a fogalomnak is állandó. Az időbe kivetített és önmagamtól állandó elkülönböződésben létező alakzat, identitásforma, az igenis elképzelhető, elgondolható. Annál is inkább, mert ez ennek az alakzatnak, az identitásnak így értett alakzatának képződése van éppen szoros összefüggésben az identitásforma viszonnyal. Nevezetesen azzal, hogy amit másnak gondolok, vagy idegennek gondolok, az annak a megértéséből, annak a fényében tudom képezni a dinamikus identitás fogalmat is, a saját fogalmat is. És ez az identitás az, amely arra is alkalmat adhat, vagy lehetőséget adhat, hogy azt, amit idegennek nevezek, vagy másiknak nevezek, azt a maga távolságában, másságában értsen meg, és nem pedig a sajáthoz való, mindenáron való hasonlításban, mert ez a másik csapda a véleményem szerint, amely a következik, hogy a párhuzamoknak a mindenáron való keresése, a hasonlóságoknak a keresése éppen hogy nem adja meg azt a tiszteletet a másiknak, az idegennek, amely őt másságában vagy idegenségében illetné. És a magamhoz hasonlítás, ugye éppen ezt a pozícióját szünteti meg a másiknak. És ez alap, ebből kiindulva írható le, hogy jellemezhető a romantikus nyelvnek és a romantikán belüli identitás alakzatoknak a poétikája is, hiszen, ugye csak ennyit tettem hozzá, közismert, közhelyes jellemzés a romantikának az, hogy a szubjektivitás művészete, az individualitás művészete, az önmagára vonatkoznak egy szubjektivitás művészete. És alaposabb, újabb, korszerűbb értelmezések mutathatják ki azt, hogy itt Hugótól Vörös Mihályig és másokig éppen, hogy nem egy ilyen kartéziánus értelemben vett individualitásnak a megerősítése történik ebben a költészetben, hanem a identitásnak egy olyan kifejeződés, olyan nyelvisége, amely talán nem áll messze attól a tartóástól, amelyet címszóban jelezni próbáltam. Köszönöm szépen, és pontosan Eisenman Györgyhöz, illetve írásához kapcsolódva jelezném azt, hogy az egész kötetnek talán, vagy dupla számnak, de hát azért ez egy komoly antológiája is a témakörünknek. A bevezető tanulmánya, egy hermeneutikai okfejtés, az pontosan ezt a kérdést járja, általános elméleti diskurzus keretein belül nagyon sok oldalon körül, tehát azt a feszültséget, amely az idegenségének mintegy a tisztelete és megtartása, illetve az elsajátító ismeret, mint bizonyos értelemben minden ismeretnek a megkerülhetetlen mozzanata között feszül. Részváros tanár úrnak a dolgozatában, bocsánat, most kivételesen hadd idézek egyet, bár abban maradtunk, hogy nem nagyon fogom felolvasni vagy idézni a szövegekből, hiszen az végtelenül elhúzná az időt, de azért két mondatot hadd olvassak föl, hiszen számomra itt fogható meg az a pillanat, amikor valóban úgy mondjam egyetemes kérdésé, vagy legalábbis a társadalmak önismeretének univerzális kérdésévé válik Európában az idegenség problémája. Így hangzik a mondat. Itt ugye a német romantika idegenség tapasztalatáról szól a tanulmányban. Schiller legnagyobb érdeme az volt, hogy az idegenséget túlnövesztette a szerelemhez kötődő jelentését. Az idegenség legyőzései nem a szerelem belső törekvése, és a legyőzés lehetetlensége nem is antropológiai vonás. Schillernél kap az idegenség először egy bizonyos társadalom elméleti jelentést. Átadnám. Köszönöm szépen.
szót. Köszönöm szépen. Hát nagyon örülök, hogy idéztél belőle, mert hogy én egy kicsit máshonnan akartam kezdeni, szóval én valószínűleg nem tudtam, lehet, hogy nem is akartam, de akkor nem is éreztem, hogy meg kellene írnom, szóval én nem tudtam megírni az én idegenség tanulmányomat, amiben az én tapasztalataim és nem tudom, ezek a dolgok belefolytak volna, ahogy Ferdot a tanár úr mondta, ugye a német ajkóak, akik bekerülnek, csöppennek a magyar kultúrába, a Gárdonyi után én késői örökösnek, hogyha nem mondjam, oké, jó, nem örökös, jó, szóval, csak kronológiában, igen, szóval, hogy ezt a tapasztalatomat valószínűleg nem, én azt hiszem, hogy nem írtam meg ebben a tanulmányt. De ezzel nem akarom az olvasóknak kedvét elvenni természetesen. Azt mondom, hogy kétféleképpen lehet kitérni. Én az egyik utat választottam, az egyik fajta kitérés az az, hogy az ember irodalomtörténetileg, eszmetörténetileg, vagy így nekiáll a maga kedvenc szerzőjének, a maga kedvenc korszakában, hogy akkor mit jelent az idegenség, és akkor szépen meg tudjuk csinálni. A másik dolog, ami adódott volna, az egy társadalomelméleti megközelítés, azt mindannyian tudjuk valószínűleg, hogy a 90-es években Nyugat-Európában és Amerikában volt egy nagy vita, a multikulturalizmus, aminek a fonákján az idegenség, az egy központi probléma volt. A Magyarországon sajnos Hegyeshalomnál ez megállt, mint a viták nagy része, ez Hegyeshalomnál tovább nem jutott. Magyarországon ez pusztán publicisztikai dolog lehet, hogy multikulturalizmus, amit úgy se érdekel, itt egy homogén térben élünk, stb. Yeah. Na most, szóval hogy ez lett volna a másik lehetőség, és hát én aztán azon egy kicsit gondolkodtam, hogy ne írjak-e a multikulturalizmusnak az idegenség fogalmáról, és hogy az abban mit jelent. Érdekes lenne egyébként elgondolkodni azon, hogy Magyarországon, szóval, ha van olyan, hogy magyar közvélekedés, akkor milyen képére az idegenről? Szóval, hogy ugye vannak erre vonatkozóan fontos szociológiai elemzések, hogy a modern társadalmakat az idegenekkel szembeni szolidaritást tartja össze. Az a szolidaritásnak az a mintája, amikor fölül emelkedünk a családi vagy a kvázi családi szerveződéseken. A családi hozzátartozóinkkal szemben evidensen szolidárisak vagyunk, de mi van akkor, hogyha idegen emberekkel élünk együtt, akkor nyilván, amiben szolidárisok vagyunk, az elcsúszik egy általánossági szintre. Ugye, akkor vagyunk csak vele szolidáris, hogyha alapvető emberi dolgokban érintek. Szóval, hogyha vagy a méltósága sérül, vagy életveszélyben, vagy ilyenkor csak, ugye? De ennek a kialakítása az egy kulturális folyamatnak az eredménye. Szóval tudni szolidárisnak lenni az idegennel, az egy magas fokú civilizációs vívmány, amit én legalábbis ettől a régiótól, hát nem azt mondom, teljesen elvitatok, de részben azért azt hinném, hogy nem olyan fejlett, mint amilyen fejlett egyébként. Na, szóval akkor maradjunk a romantikánál. Szóval igen, szóval végülis akkor a romantikáról írtam, és én a romantikán keresztül tulajdonképpen egy valamit akartam artikulálni. A romantikában ennek a kérdésnek a kezelése, az azért érkezik egy döntő fordulóponthoz, mert hogy itt válik először az idegenség egyfajta, hát, egzisztenciális vonássá. Szóval az emberi létmódban nem bizonyos emberek az idegenek, hanem bizonyos értelemben mindenki idegen. Szóval ez a híres versor, ugye, amit a Wilhelm Müllertől, tulajdonképpen a Schubert évi utazásán keresztül ismerünk, ugye, Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Szóval, hogy idegenként toppantam be ebbe a világba, és idegenként fogom elhagyni a világot. Szóval az idegennek lenni, az egy emberi létmód. Ez volt itt egy nagyon fontos dolog. Miközben ugye azt tudjuk, hogy az idegenség, ez, mint tapasztalat, ez különböző csatornák, olyan utazások. De ez már az ógor ellenizmusban is már vannak ilyen szövegek, hogy akkor ott az emberek 3 méteresek, és ott meg nem, 2 szarva is van, és 3 lába van, meg nem tudom, és mindenféle egzotikus elképzelések, és akkor az egyre közelebb jön, és ezt valamiképpen aztán artikulálni kell, és mindig lehet ezzel, és sokáig lehet a mi is az őkkel, és egyszer csak azt mondja az ember, hogy ők is mi vagyunk, vagy az ő, az is én vagyok. És ez, én szerintem ebben volt, ez a romantikának, vagy ennek a korszaknak inkább ez volt a nagy újítása, hogy az idegenség az nem egyszerűen a másiknak a leírása,
hanem az, mint az ember létmódja, és ettől egy egészen új ér, az embernek az életben való elhagyatottságának és az erre vonatkozó tematizálásnak teljesen új perspektívái nyíltak meg. Jó, szóval bocsánat, engem, hogyha már kitértem az elől, amiről lehetett volna írni, és amiről nem tudom, tudok-e, vagy valahogy tudok-e írni, és nem is biztos, hogy kell. Akkor onnan ide küldöttem ki végül. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Erről is talán az összes többi tanulmányról is, mint egy, hogy mondjam, ilyen közös tanulságként is elmondható, hogy mert nagyon konvergens módon, tehát tudatos irányok felé mutatva adnak ösztönzéseket. Az egyik ezek közül feltétlenül a sajátban megtapasztalt, vagy megtapasztalható idegenség és a szolidaritásra való készség összefüggése. Tehát, hogy mégis azért nagyon fontos tudatosítani önmagában az ember, ezt a mint egy ényében hordozott legsajátabb tulajdonát, mert talán ez is ösztönöz arra, hogy az idegentől ne csak idegenkedjünk. A másik viszont, ami talán a kultúra egyik paradoxona, főként a 20. században, de egyáltalán a tömegesedéstől kezdődően, és talán hát már a múlt századtól, az, hogy minél inkább társadalmi feladattá válik az idegenségnek, hogy rosszóval a kezelése, vagy az integrációja valamilyen módon az együttélésbe, annál inkább felgyülemlik az idegenségtől és az idegentől való legszubjektívabb és legmélyebb idegenkedés. Tehát, mintha egyszerre teremtődnének meg bizonyos értelemben a működő demokráciákban még inkább a befogadás struktúrái, és hát növekedne a xenofóbia, és ez egy ilyen érdekes, ilyen húzáló, vagy együttható dolog. Na most itt egy kicsit megszegném az egyezményt, és az, hogy ne legyen felolvasás, hiszen van egy szép irodalmi szövegünk, és ez talán egy picit egy passzusa, mint megálló, vagy mint pihentető mozzanat, az talán fontos volna, ha felolvastatnék, vagy hogyha hallanánk, tehát akusztikusan lényeges szövegről van szó, tudnék egy ritmikáját tekintve is jelentős szövegről. Vajda Károly tanár úr, ugye igazából két munkával jelentkezik ebben a számban. Az egyik Paul Celan Gesprächengebirge, azaz Hegyi párbeszéd, így hangzik most a fordításnak a címe, című egészen különös műfajú szövegének az új fordítása. Egy kicsit hívottunk is ezen, hogy szabad-e újrafordítani, többen nem nagyon régen magyarul már a Sein Gábor kitűnő fordítása van, aki látott a szöveget. Fülés volt a fordításának, és engából írta hozzá a kísérőt, amit írja. Viszont tulajdonképpen egy ilyen alkalmi konvenciót létrehív, abban is maradtunk talán, hogy ez egy lirai szöveg is egyúttal, ami viszont elviseli az újrafordításnak az exercíciumát, és ugyanakkor az ezáltal való elmélyülést talán, vagy a megértésnek a fordítás médiumában való alakulását. És ezért, hogyha megkérhetnélek, akkor egy talán az elejében egy bekezdés olvas fel, és aztán egy pár szót esetleg mondjak, hogy valóban lirai szövegről van itt szó, vagy pedig Celan, de lirai szövegként is Ritka Celan életművében pontosan ez a prózaversszerűség. Talán tényleg az első bekezdést ne szaporítsuk a szót, de talán a világa az elbeszélésnek
létrejön általa. Történt egy este, hogy a nap, és nem csupán a nap leáldozott. Kapuján ekkor kilépett, ment, és egyre csak ment a zsidó, zsidónak sidaja és fia, és vele ment a neve, a kimondhatatlan, ment, haladt, botorkált, jól hallhatóan, botjára támaszkodva, átkelt kövön és sziklán, hallasz? Hát persze, hogy hallasz, én vagyok, én, és az, aki hallasz, hallani vélsz, én és a másik. Ment tehát jól hallhatóan, már estére járt, amikor ment, amikor sok minden leáldozott már, ment, egyre csak ment, a felleg alatt, az árnyékban, a sajátjában és az idegenében, mert a zsidónak is tudod, mi is volna valójában, mi is lehetne, amit nem csak úgy kölcsönbe kapott, régi kölcsönből nem csak úgy visszatörlesztenek neki, nem csak úgy visszakapta, így ment egyre-egyre az útról, a gyönyörű, az összehasonlíthatatlan útról le sem térve, mint lenc a hegyeken állt ő, akinek lent kellett megszállni, a lent, ahová a való is, a mélységekbe, ő a zsidó közeledett, egyre csak közeledett. És hát maga ez a történet, ez egy nagyon erős reflektálás az idegenségre, mert hogy a saját traumája felül reflektálná. És egy olyan kultúrából teszi, amelyik megtanult évszázadokon keresztül, évezredeken keresztül együtt élni a saját idegenségével, és az identitását paradox módon ez az idegenségből levezetni. Ugyanakkor viszont azokra a kinyilatkoztatásokra és belső stratégiákra, amelyekre ez a fajta elkülönlő, az idegenségével együtt élni tudó identitás fakad, erre a felvilágosodás egy kis vizet öntött, a Schumann meg a nácizmusnak az állami gépezete meg eltörölt a betűket, és ez a történet ez gyakorlatilag annak egy ilyen arra tett nagyon erős irodalmi erőfeszítés, hogy ezt az elmosódott pergament, ezt az elmosódott tóra tekercset hogyan állítsa helyre. Tehát ugye a kinyilatkoztatást és az irodalmiságát a saját kultúrájának, azt a fajta multikulturalitást, amelyben fölnevelkedett Csernovicban, azt hogyan lehet a Shoah traumája után és az átélt a gettónak az élménye után egy teljesen más környezetben, Svájcban, ahol a multikulturalitás egy megélt hétköznapiságában, szinte szürkeségében kézzelfogható újra támasztani egy olyan földrajzi környezetben, ahol a Nietzsének a Zarathusztrája megszületett, és egyfajta viszonyulást adott a saját korábbi kulturális hagyományunkhoz, és egy ilyen nagyon komplex és nagyon erős válasz születik meg ebben a félig prózai, félig lírai, nehezen, műfajilag is nehezen besorolható írásban, ami ugyanakkor, amiről a Jancsi beszélt, hogy az idegenség és az idegenkedés az nem egyszerűen egyfajta tulajdonsága az embernek, hanem gyakorlatilag a létezésünknek egy mozzanat, egy módja. Ezt azzal tetézi Celán, hogy az irodalmiságára is úgy reflektál, hogy az irodalom ebben nem egyfajta technének a kézzelfogható tárgyasodása, hanem nagyon szemléletes módon érzékelhetővé teszi azt, hogy ez egy létezésmód. Ahogy a vallási kinyilatkoztatás megteremti a vallásos ember létezésének a kereteit és tartja azt, hasonlóképpen az irodalom is egyfajta létezésmódot, egy kulturális létezésmódot tesz lehetővé, és gyakorlatilag arra keres választ maga az elbeszélés, hogy a trauma után összetört kultúrából hogyan lehet szinte dafke és vacosan mégis fölépíteni valamit, és nem fölépíteni, mert ez egy igazi hasonlat lenne, hanem hagyni, hogy újra szervesüljön valami, megteremtődjék valami, egyszerűen diegézis által, tehát azáltal, hogy valaki mint egy cserfes kopa elkezd beszélni, és folyik belőle, és ömlik belőle az a szó, ami ugye a kezdetekben, a kulturális kezdeteinkben ott van. És a szépsége a szövegnek talán az, hogy az idegenséggel úgy szembesít, hogy meghitté teszi az idegenséget, és a,
és az idegenség trommájának a hiedelmeit, szóval fajta meghittséggel töri át, vagy áztatja át, és teszi gyógyíthatóvá azt a sebezettséget, amelyből fakad a kiindulási élménye. Köszönjük szépen! Nem ez volt szó szerint az eszé, amelyet majd akár úgy írt a szöveghez, de tulajdonképpen reméljük, hogy fölvette valaki. Tehát még itt egy szót erről, bár lassan figyelnek el az időre is. Tudnék, ennek a történeti háttere is nagyon érdekes, nem csak a történeti horizontja, tehát a náci tömeggyilkosság, hanem egy elmaradt találkozás is, aminek az üres alkalmából a helyén vagy helyett íródik meg ez a szöveg, mégpedig Adorno és Celan között, amelyet Celan nem vár ki végül is a megadott helyen, vagy a megbeszélt helyen, hanem előbb eltávozik, amikor Adorno megérkezne, és hanem ennek a furcsa negatív emlékezet ennek a találkozásnak hívja elő, vagy azt tölti be ez a fikció. Köszönjük. És akkor hát két írásunk maradt még, amelyre egy szót mindenképpen édes ejteni. Ezeket talán úgy venni egy kalap alá, hogy itt hát az európai késő modernségnek az igazán eminens szerzőjéhez kapcsolódik mind a két írás. Cseh Jákos tanárírása, embertelen, túlságosan is embertelen, ez a nagyon ösztönző Nietzsche allúzió a főcíme a szövegének, és Camus és Beckettről szól a világban. Soha az idegenségből beszéltem, hanem a gyászról, nem tudom, hogy fontos kérdés volt a gyász, vagy a halálnak a kérdése. Nem is az, hogy mi a halál, vagy mi a gyász, vagy van-e élet a halál után. Van-e élet a halál előtt, hanem az a kérdés, hogy mit tudunk kezdeni halott szeretteinkkel. És ennek kapcsán vettem elő két-két szöveget Camus-től és Beckettől. Ugye Camus-nek adta magát ugye, az idegenség számban a L'étranger című regény, amit magyarra közönként fordította, de egy eredeti franciával az a regénynek a címe, az idegen, amely tulajdonképpen az anya haláláról szól, és ezt tettem a Camus utolsó regénye, befejezetten regénye mellé, de ami az első ember, amiben pedig az apa haláláról van szó, van egy ilyen sírlátogatás, amiben a soha nem ismert apjának a sírjához látogat el. Hát az apa és az anya halála a kérdés Camus kapcsán, és Beckett kapcsán pedig Beckett két gyönyörű szép szövege, amely az egyik a társaság, a másik pedig úgy fordították, hogy rosszul látom, rosszul mondom, de én úgy fordítanám, hogy rosszul látva, rosszul mondva, amely szintén a gyásznak 80-as években készült két gyönyörű szövege, az anya halálának szentelt rosszul látva, rosszul mondva, illetve a társaságban egy bizonyos értelemben az apa halálának szentelt szöveg. És hogy hogyan jön ide az idegenség? Azt hiszem, hogy két módon. Az egyik, amit Camus-nél látunk, de az az, hogy a gyászban, a gyász nyomán létrejövő elidegenedés a szokásos gesztusoktól, a világtól, a szerelemtől, vagy az önmagamtól való elidegenedés. Beckettnél pedig tulajdonképpen a halottól való elidegenedésnek a lehetetlensége. Tehát az, hogy ott állok a halott előtt, és nem tudok mit kezdeni ezzel az élménnyel. Elképzelhetetlen az, hogy akit szeretek, az meghalasson. És tulajdonképpen az a reális lehetetlenség, hogy elidegenedjek attól, akit szeretek. És azt hiszem, hogy Beckettnél ez nagyon szépen kijön ebben a két szövegben. És egy harmadik aspektus pedig Beckettnél az, hogy a szeretett halottól való reális lehetetlensége az elidegenedésnek,
az tulajdonképpen a nyelvi elidegenedés formáját ölti. Tehát olyan mondatokat találunk Beckett, például a rosszul látva, a rosszul mondva című műben, ami ugye nem Beckett anyanyelvén született, hanem franciául, olyan mondatokat találunk, amelyek egyszerűen franciául helytelenek. Rosszul írt szöveg, direkt rosszul írt szöveg, tehát tulajdonképpen az elidegenedés lehetetlenségéről szóló szöveg, mint az elidegenedésnek a formája, és tulajdonképpen így kapcsolódik össze, nem csak a gyász, hanem az idegenség témáján keresztül is ez a két szöveg, illetve négy szöveg összesen, és a két szerző, Camus is betett. Köszönöm szépen. És legvégül Tóta Péter Benedek tanárát kérném meg, hogy röviden mutassa be a tanulmányát, amelynek az a címe, és tulajdonképpen enigmatikus címről van itt szó, mint azt egyébként a műhelyben is több ízben közölt szövegeiben. Ebben megszokhatta az olvasót, ezek nagyon figyelemfelkeltő címek. Én például azzal nem tudok hirtelen mit kezdeni, mint mondjuk mai olvasok először látja a szöveget, hogy így hangzik a cím, Terminus, az idegenség és társai, Szilvia Klász, Pirinszki János, Simon Weil. Tehát itt tulajdonképpen öt személy van felsorolva, az említett négy egymással különböző szálakon összefüggő, vagy egymáshoz kapcsolódó alkotó, valamint ötödikként az idegenség. Ezekkel a személyekkel foglalkozom az utóbbi években, de azt hiszem ők csak a fedő nevét adják annak, amivel tulajdonképpen foglalkozom, mint mindenki más a világon, önmagával. És az a kísérlet az írásban, hogy több-kevesebb érthetőség látszatával átadhatóvá váljék másoknak az, ami mindannyiunkat személy szerint érdekel. Tehát én itt azt írtam meg, amiről egyébként nem ír az ember esetleg, de most ezt mégis megpróbálom elmondani röviden, hogy amikor kisgyerekként magam is kutakodtam nem ismert múltam iránt, a nagypapám egy levelét találtam meg, amelyet az én születésnapomon írt édesanyámnak a könyvtárban, és olyanokat ír rólam, mintha ismerne, holott még sose látott, sose szagolt, sose tett tisztába, de tudta, hogy ki vagyok, és én azt hiszem, hogy nem tudtam magamról, hogy én egyáltalán vagyok. És így módon arról van szó, hogy önmagamnak idegen vagyok, és ezzel előbb-utóbb meg kell találnom az együttélés lehetőségét, de ezzel mindannyian így vagyunk. A másik végletről pedig egy talán irodalomtörténetileg szólva védhetően a tiszteletlenséget eltávolíthatom, hogy Radnóti Miklós azt írta a notesz elejére kísérő lakjára, hogy Radnóti Miklós magyar költő, de mindenki zsidóként tartja nyilván, és ő nem győzött hadakozni kéziratos szövegeiben is az ellen, hogy ő kicsoda és ki nem csoda. És a halála után, mintha az foglalkoztatta volna, hogy halála után mi lesz vele, ki lesz ő, ki lesz az ő saját énje, valaki idegen, ént tulajdonítanak neki, vagy az ő saját énjét tulajdonítják neki. És az irodalom történet ezzel birkózik, meg közben Radnótival magával is birkózik. Tehát, hogy születésemkor ki vagyok én, aki nem vagyok, és mikor meghalok, akkor ki voltam, vagy ki nem voltam. És ezeket a pólusokat aztán érlelődő kamaszként a kötetben is szereplő egykori hittanáromban, egy első hittanórán írtuk föl, szinte címlapként, hogy ki vagyok én. Tehát évről évre és napról napra
vagy napszakról napszakra, ennek a kérdésnek a válaszát keresem, és ehhez a tevékenységhez találtam az említett személyekben, szerzőkben és szövegekben megfelelő alkalmas nyersanyagot, hogy erről úgy lehessen beszélni, amit talán mások is megértenek. El kell olvasni. Köszönjük szépen! Az utalt szerző egyébként a kiváló szerzetes teológus Súlyok Elemér, aki a Biblia, pontosabban az Új Szövetség egyik fontos mondjuk idegenség tapasztalatát vagy szituációját járja körül az eszéjében, vagy tanulmányában inkább. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ebben az órában nagyon-nagyon sok impulzust kaptunk, és talán nem csak önök gondolják, hogy ez egy ilyen gazdagító és talán párbeszédes alkalom is volt annak ellenére, hogy a jelenlévő szerzőink külön-külön mutatták be az írásukat, de nyilvánvalóan párbeszédre léptek egymással, vagy beszélgetésbe elegyedtek egymással az itt elhangzott gondolatok, és ezért remélem, hogy talán az ő számukra is egy jó pillanat volt ez a beszélgetés. Köszönjük szépen!